Szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim, egy csomó mindent meg kell ma beszélnünk, elnézést, csak becsörgött egy telefon. Itt van Hochwald Sáfrány tíme, jó estét kívánok, kedves tíme, jó estét kívánok, Évi, már több mint 15-en vagyunk, jó estét kívánok, Kálmán, szeretettel üdvözlök mindenkit, tíme, a Máté Lala, gyűlik a kemény mag, itt van Marián Zsolti barátom is, remélem, hogy egészsége rendben van, mint ahogy minden más tanulótársamnak is. Nem tudom, hogy hogy bírjátok ezeket a Covid időket. Én azt tapasztalom, hogy jártamba keltembe, nem sokat járok kelek, de azt tapasztalom, hogy másról nem nagyon lehet beszélni az emberekkel, mint Covidról. Jó estét kívánok, kedves Dávid, Kati, Tíme, a Szabolcs, Zsuzsa, jó estét kívánok Szilágyi Tomi barátomnak, jó estét kívánok Ráhelnak, Ádámnak, jó estét kívánok Ernő, Frigyes, és még további 70 ember, aki éppen nézi ezt a, vagy éppen velünk tart ezen a tanuló körön, ami most már rendületlenül idestova, lassan, hogy is, mi van most, 11. hónap van körülbelül, és egész konkrétan 17-e körülbelül, március 17-én indultunk. Szóval cirka, ugye? Valahogy így. Majd utána kell nézzek, valahogy így. Igen, megtisztelő. Mindig elérzékenyülök, amikor arra gondolok, hogy most már több mint fél éve vagyunk együtt. Mit több mint fél éve? Már több mint 9 hónapja vagyunk együtt, vagy 8 hónapja vagyunk együtt. Az estéről estére. Ez tök jó érzés, úgyhogy nagyon megtisztelő. Jó estét kívánok Irsai Zsolt barátomnak, akit nagyon régen láttam személyesen, és nagyon hiányzik, úgyhogy örülök, hogy itt vagy. Zsolt, még akkor is, hogyha ez a kommunikáció egy oldalú. Jó estét kívánok George, Emery, jó estét kívánok Ábelnak, Gulden Csillának, természetesen oszlopos tagja a tanulókörünknek, jó estét kívánok Erikának, kiemelt tisztelettel Sebestyén Erikának, akivel a Maimonides gimnáziumban még kollégák is vagyunk, jó estét kívánok Csaba, Vilmos és Orsi. Nézzük csak, egy csomó kérdés érkezett, úgyhogy ezekre igyekszem ma válaszolni. Nézzük meg, oké. Azt írja egy kedves tanulótársunk. Makón jártam a zsidó temetőben, és láttam, hogy külön van az ortodox és a neológ rész. Ez igen gyakori volt egyébként a... az igen gyakori volt az, hogy külön van, és ma is Budapesten is van külön ortodox zsidó temető és neológ zsidó temető, sőt a Kozma utcai zsidó temető, ami a legnagyobb működő zsidó temető Budapesten, például ott mellette, nem messze, az ember kicsit tovább megy a Gránátos utcában, ott van egy kicsi ortodox temető is, egy nagyon kis pici Schneidig temető, már amennyire Schneidig lehet egy temető. Azt még elanekdotálom nektek, hogy amikor a 90-es években feleségem mindig rosszul lesz, amikor ilyen sztorikat mesélek. A 90-es években az Egyesült Államokban, Jesivában tanultam, egy rabinikus akadémián, akkor, amikor nyári szünetekbe hazalátogattam, Budapestre látogattam, akkor gyakran mentem halottat mosni. Gyakran mentem az ortodox zsidó temetőbe, az ortodox temetőbe segíteni a halotti taharán, a halotti tisztá, a zsidó szertartás szerint, vagy a zsidó vallásjog szerint a halottat meg kell mosni, mielőtt le kell önteni vízzel háromszor, mielőtt az ember eltemet, és fel kell öltöztetni egy ilyen speciális ruhába. Ez egy nagy micva, ez egy fontos jó cselekedet, hogyha valaki ilyesmiben részt tud venni, azért, mert a halottnak járó tisztesség az egy egyirányú tisztesség. Úgy is hívja a zsidó vallásjog, hogy cheszed shel emet. Az egy igazi, egy őszinte jó cselekedet. Miért őszinte jó cselekedet? Mert minden más jó cselekedet, amit az ember egy másik emberrel szemben követel, ott valahol titokban vagy vár valamiféle hálát, vagy pedig esélye van arra, hogy az adott illető meghálálja neki. A halottal szembeni tisztesség, a halottal szembeni jó cselekedet, amit az ember tesz, az hála nélkül fog maradni örökre, hiszen hát a halott nem tudja meghálálni ezt a cselekedetet. Úgyhogy ez egy külön nagy micva. Én Amerikában is gyakran mentem halottat őrizni, a zsidó vallásjog szerint, ha valaki meghal, akkor nem szabad a tetemet őrizetlenül hagyni a temetésig. Ez nem azt jelenti, hogy egy házba kell vele lenni a temetésig, úgyhogy voltam egy pár szóval alkalommal, én ezt valamiért nem, feleségem nagyon megijed, amikor ilyenekről mesélek, de nem ijesztésképpen mondom, hanem egyszerűen csak azért, mert tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép és fontos micva, egy szép és fontos parancsolat. Na mindegy is, szóval
Külön van ortodox és zsidó temető, és nagyon sok ortodox és neológ zsidó temető nagyon sok városban, így Budapesten is. Az 1867-es szakadás után, amikor ketté vált a magyarországi hitközségek, ketté váltak ortodox, illetve pontosan három irányba váltak ortodox, neológ és egy úgynevezett status quo hitközségre. A státusz, jó estét kívánok, Zsüli, jó estét kívánok, Viki, Tünde, Eszter, Ács Laci barátom. Szóval amikor három hitközségé vált az 1867-es Nagy Mihályi nagy gyűlés után a zsidó irányzatok, akkor utána külön temetőt csinált az ortodox hitközség a neológ hitközségtől. Ez a mai napig is így van. Van ortodox temető a Gránátos utcában Budapesten, és van neológ temető mellette a Kozma utcában. A neológ nyilvánvalóan sokkal nagyobb. Fönt a Farkasréti temető az egy neológ temető, ami még működik. A Farkasréti temető sarkában van egy kis zsidó temető, nagyon szép zsidó temető, nagyon hangulatos zsidó temető, már amennyire egy temető persze hangulatos lehet, szóval itt ne értsetek félre. De visszatérve a kérdés, azt mondja, Makón jártam a zsidó temetőben, és láttam, hogy különben az ortodox és a neológ rész. Meg szeretném kérdezni, hogy a neológ részben miért csak fejkövek vannak, míg az ortodox részben olyan sírok is vannak, mint bármelyik katolikus vagy református temetőben. Azt is meg szeretném tudni, hogy a halott közvetlen hozzátartozójának a felső ruházatát miért vágják be, miközben, mielőtt kihozzák a lakásból, és elindulnak vele a temetőbe. Nagyon szépen köszönöm a kérdezés lehetőségét. Nos, tehát az, hogy különböző sírkövek, vagy az, hogy a sírok, vagy sírkövek, vagy maga a sír, az milyen módon, vagy milyen jellegű, olyan nem, mint egy mondjuk egy keresztény temetőben, vagy sem, erre vonatkozólag nincs vallásjogi előírás. A vallásjogi előírás az annyiban érdekes, hogy fontos, hogy egy sír meglegyen, egy halottnak a sírja meglegyen jelölve. Ez rendkívül fontos. Az ókorban, vagy a középkorban nem zsidó temetésen azért tettek ilyen márvány vagy kőlapot a sírokra, vagy azért tették a sírokat ilyen kő alá, hogy a kutyák és egyéb más ilyen szabadon élő állatok ne piszkálják ki a halottat a föld alól, hogy aztán megegyék, mert kutyák, vaddisznók, ilyesmi. De a zsidóság szempontjából más oka is van annak, hogy sírkövek vannak egy elhunyt felett, hiszen az nagyon fontos, hogy a sírok meg legyenek jelölve, annak érdekében az ókorban, a Szentföldön a kohaniták, a papok nem kerülhettek kapcsolatba semmilyen halottal. Ha valaki Áron leszármazottja, férfi és Áron leszármazottja, azaz kohanita, ez az a pap, aki a jeruzsálemi szentélybeli szolgálatot ellátta, ő nem kerülhet kapcsolatba semmilyen halottal. Azt írja közben Ravasz Mónika, hogy a makói csipet zsidó közösséghez tartoztam, míg ott éltem. De jó. Szóval nem kerülhetett kapcsolatba egy halottan, mert tisztátalanná vált, rituális tisztátalanná vált. Ennek a törvényeiről a Tórában is lehet olvasni, a Talmud részletesen kifejti, és a Shulchan Aruch, most nem akarok bemenni ennek a részletébe, de az nagyon fontos, hogy egy kohanita ne menjen, egy kohanita nem mehet temetőbe, és hogyha jelöletlen sírok vannak, ha nincsenek megjelölve, vagy hol fekszenek halottak, akkor nagyon könnyen halotti tisztátalanságba kerülhet egy kohanita, ami nem jó, ami nem helyes, vagy nem szerencsés. Manapság nincsenek különösebb jelentőség abban a tekintetben, hogy ma nincsen jeruzsálemi szentély, úgyhogy a kohaniták nem végeznek szolgálatot, így tulajdonképpen ma, azt mondja a rabbinikus irodalom, hogy ma mindannyian becheskat tuma, mindannyian tisztátalanok vagyunk, hiszen nincs arra lehet, mindannyian kerültünk már halottal kapcsolatba. Itt a kapcsolat az azt jelenti, a halottal való kapcsolat vallásjogi szempontból, hogy akár egy fedél alatt lenni egy halottal, ugyanabban az épületben lenni egy halottal, az már problematikus lehet. Például egy kórházban, ilyesmi, ugye minden kórházban vannak halottak, általában lent az alaksorban, tehát mindannyian, meg hát mentünk mindannyian a temetőbe, vagy voltunk esetleg, sétáltunk a mezőn, és nem is tudjuk, hogy alattunk, mit tudom én, pár száz évvel ezelőtt kiket temettek el. A lényeg, hogy mindannyian halotti tisztátalanságban vagyunk, és majd csak a Messiás eljön, és felépül újra a jeruzsálemi szentély, lesz lehetőség arra, hogy megszabaduljunk ettől a halotti tisztátalanságtól, vagy ettől a tisztátalanságtól.
Ez lehet az egyik oka, vagy ez az egyik oka, hogy sírkövek egyáltalán vannak már zsidó szempontból, még egyszer a vadállatok és egyebek, azok nem csak zsidó szempont, az minden más hagyománynak a szempontja is voltak, hogy vadállatok ne túrják ki, vagy az állatok ne túrják ki, a vadon élő állatok ne túrják ki alottat. De az, hogy miért vannak ilyen vagy olyan sírkövek, ez ennek nincsen különösebb vallási jogi oka. Vannak mai nagyon divatos sírkövek. Én általában őszintén szóval tradicionálisabb, hagyományosabb megközelítést kedvelem. Kedvelem, hát amennyire az ember kedvelhet egy sírkövet. Hát szóval nyilvánvalóan senki nem szeretné. Loja Lénu, Isten óvjon meg mindannyiunkat attól, hogy mi vagy akár a szeretteink ilyen tragédiában szenvedjenek. Oké. Csak ehhez kapcsolatban a másik kérdés, hogy miért kell a ruhát betépni? Van egy olyan zsidó szokás, hogyha valakinek meghal egy közvetlen hozzátartozója, kiszámít közvetlen hozzátartozónak, apa, anya, fiú testvér, lány testvér, gyerek, illetve illetve férj vagy feleség, házastárs, tehát ez a hatfajta rokoni kapcsolat a gyerek alatt, hogyha fiú és lány, ha ezt is külön veszük, akkor összesen hétfajta rokoni kapcsolat van, apa, anya, fiúgyermek, lánygyermek, fiú testvér, lány testvér és házastárs, ez a hétfajta rokoni kapcsolat van, ami alapján, amit közvetlen hozzátartozónak számolunk, és ez a közvetlen hozzátartozó után különböző gyász előírások vannak, amiben most nem akarok részletesen belemenni, talán egy másik alkalommal, de legyen elég annyi, hogy az egyik gyász szokás, amelyről már a Talmud ír, hogy betépjük a ruháinkat, a szomorúság a gyásznak az egyik jele az, hogy az ember betépi azt a ruhát, az ingét, vagy ilyesmit, amikor egy ilyen közben, ne adj Isten, és tényleg nem szeretek ilyenről beszélni, mert nem akarok rossz hangulatot kelteni, de hogyha ilyen, valakinek, ne adj Isten, ilyenben van része, akkor betépjük a ruhánkat, és ez része annak a gyászszertartásnak, annak a gyászszokás rendszernek, amelyeket tartunk, amikor valamilyen, ne adj Isten, valakinek valamilyen közeli hozzátartozója halt meg. Ugye van egy hétnapos gyászperiódus, ez a siva, ami alatt nem mosakszunk, nem veszünk tiszta ruhát, nem borotválkozik, ha valaki borotválkozik, nem vágja a haját, hogyha valaki hajat vág, ilyesmi. Letakarjuk a tükröket, földön ülünk, nem ülünk kényelmesen, ezek mind a ruha betépése is annak jelképe, vagy annak jelzése, hogy felismerjük, felfogjuk azt, hogy a fizikai létünk az véges, és a fizikai élvezetek végesek, és a testnek van egy, hogy mondják, egy szavatossága, a testnek van egy szavatossága, és az idő után elmúlik, csak úgy, mint a ruháink, csak úgy, mint a vagyonunk, csak úgy, mint a díszeink. Ez a szokásnak az oka. Oké. Következő kérdés. Kedves rabbi úr, két kérdés merült fel bennem. Az egyik, az Unorthodox című film kapcsán, amiről ugye sokat írtam már, merült fel. A filmben van egy dialógus, amiben az egyik szereplő kérdezi a másik felet, ez egy sok gyermekes zsidóasszony. Ez a rész talán Berlinben játszódik, nem emlékszem pontosan már. A lényeg, hogy kérdezik, miért szülnek ilyen sok gyereket a zsidónők? A nő erre azt válaszol, hogy a holokauszban elpusztult lelkeket kell visszahozni. Tudom, hogy nem pontosan idéztem, de talán emlékszel erre a párbeszédre, tényleg emlékszem erre a párbeszédre. Arra vonatkozna a kérdésem, hogy az egyéni gondolat, vagy esetleg haszid közösségekben mások is gondolkodnak-e így. Ha maga a kérdés nettó hülyeség, akkor ne haragudj, nem nettó hülyeség egyáltalán. Hogy miért szülnek, ugye az hangzott el a filmben, hogy miért szülnek ennyit az ortodox zsidó nők, miért van ennyi gyerek egy családban, és akkor azt válaszolta, hogy jóvá kell tenni, vagy vissza kell hozni azokat a lelkeket, akik a holokauszban elpusztultak. Ez a válasz ez nagyon szép és nagyon megható, de hát persze nem teljesen pontos abban a tekintetben, hogy a ortodox zsidó családokban azért szokás a sok gyerek, mert nincs, alapvetően nem ismerjük a születést, nem foglalkozunk születésszabályozással. Ez azt jelenti, hogy először is. A zsidó vallási jog tiltja, hogy egy férfi együtt legyen a feleségevel intim módon, nemi úton együtt legyen a feleségével az alatt a periódus alatt, amikor a nő menstruál, tehát az egy durván 3-5 napos ciklus, amíg egy nő menstruál, és utána van egy hét tisztulási folyamat. A zsidó vallásjog szerint minimum 5 nap plusz 7 nap, azaz minimum 12 nap egy hónapban, az olyan időszak, amikor nem lehet nemi úton, nem lehet szexuálisan együtt egy férj a feleségével. Ez egy hónapban 18 napot hagy, legjobb esetben, hogyha valaki tovább, ha valakinek a vérzése tovább tart, mint 5 nap, akkor bármennyit is tart, az alatt nem szabad, plusz utána ugye akár 7 tisztulási napot számolni.
de minimum 18 olyan nap van, minimum 12 olyan nap van, amikor egy férfi nem lehet együtt nemi úton a feleségével, és történetesen happens to be, hogy az a maradék 18 nap, amikor viszont együtt lehet, az egyben tartalmazza az ovulációs periódust is, az ovulációs időszakot is, amikor a nő egyébként teherbe tud esni. Most a zsidók a fogamzásgátlásról szóló... Oh, köszönöm szépen. Tammy Bassman, thank you very much for your compliment of a nice haircut. Thank you. I just had a haircut today, Tammy. Szóval a fogamzásgátlás vagy a születésszabályozás a zsidó vallásokban nem egy egyszerű kérdés. Legyen most, erről korábban már beszéltem, majd még fogok részletesebben beszélni, most legyen elég annyi, hogy alapvetően nem hiszünk a fogamzásgátlásban, tehát tekintve attól arra, hogy egy férje a feleségével pont abban az időszakban tud együtt lenni, amikor a nő termékeny, hozzájöve az a tény, hogy eleve nem óvszer tilos használni fogamzásgátlás céljából. Vannak bizonyos fogamzásgátló eszközök, amelyek bizonyos esetben megengedettek, de ennek a törvényei rendkívül bonyolultak, úgyhogy most nem mennék bele. Tehát legyen elég annyi, hogy mivel hogy együtt van a férje feleségével, ezért nagy eséllyel a nő sokszor teherbe esik. Nem mindig, nem nagyon sokszor, de sokszor. Most ezért nem ritka a zsidó családokban a 8, 10, 12, 14, 15 gyerek sem. Egyáltalán nem ritka. Tehát ez az első oka annak, hogy az ember, ez a praktikus oka annak, hogy egy ortodox zsidó családban nagyon sok gyerek van. Egy teológiai, egy elméleti oka annak, hogy egy ortodox zsidó családban miért van sok gyerek, az, hogy ez egy tórai parancs. Isten azt parancsol, az első parancsolat a tórában, az első, legelső parancsolata, és ráadásul nem csak zsidókra vonatkozik, hanem mindenkire vonatkozik. Ez a szaporodjatok és sokasodjatok parancsolata. Megteremti az Isten az embert, és azt mondja, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be az egész földet, hogy uralkodjatok rajta. Ugye ez a Tórának az első parancsolat, a Mózes első könyve, rögtön az elején, a teremtéskor. Ezért hát a gyermekvállalás, a gyereknemzés, a gyermek, most tudom, az, hogy az emberek gyereke legyen, ez egy tórai parancsolat. Úgyhogy mint ortodox zsidók, ezekre igyekszünk erre a tórai parancsolatokat megtartani. Ez a teológiai okot. Tehát mondtam egy praktikus okot és egy teológiai okot. És aztán persze, közben az embernek meg eljátszik a gondolattal azt is, azzal is eljátszik a gondolattal, hogy hát természetesen a holokauszban meghalt, ugye körülbelül úgy becslik, hogy majdnem a fele a világ zsidóságának, majdnem a felét a világ zsidóságának kiirtották a holokauszt idején, elpusztították a holokauszt idején, ugye a Közel-Keleten, Arabországban élő zsidók megmenekültek, Európában élő zsidók kis része menekült csak meg, Oroszországban élő zsidók megmenekültek akkor, de aztán a kommunizmus alatt meg jól nem menekültek meg. Szóval az a 6 millió elpusztult zsidó, akit a holokauszt idején meggyilkoltak, természetesen az ember igyekszik, hát ez... Mi, akik, én második generációs holokauszt túlélő vagyok, abban a nagyszüleim járták meg a poklot, de bennem is benne van, minden nap bennem van, hogy hol van az, hogy mennyire hiányzik az a 6 millió, mennyire hiányzik az a 6 millió ember, és abból a 6 millióból másfél millió gyerek, hogy ők mennyire hiányoznak, és milyen sokan lennénk, hogyha ők meg lennének. És persze az embernek, ez nem egy hivatalos válasz, amit a nő ebben a filmben mondott, de közben egy szép gondolat, hogy igen, az a kötelességünk, hogy helyrehozzuk, hogy azoknak a lelkeknek, akiket visszaküldtek a lelkek országába ordas, gyilkos módon, ezeknek a lelkeknek testet adjunk, hogy visszajöhessenek erre a földre. Igen, ebben én is jó magam is mélyen hiszek. Oké. Azt mondja, valaki azt kérdezte, kedves tanulótársunk, tisztelt rabbi, az lenne a kérdésem, hogy a zsidó vallás álláspontja a földön kívüli más bolygók lévő élettel kapcsolatban, micsoda a zsidó álláspont a földön kívüli élettel kapcsolatban, illetve bejelentkezésekkor láttam, hogy vodkát fogyasztanak, hogy minden vodka kóser-e. Először válaszok az első kérdésre, azok a vodkák biztosan kóserek, amelyek nem ízesített vodkák. Például, mit tudom én, a Smirnoff, vagy a Ruszki Standard, vagy a
mit tudom én, Stolichnaya, vagy a Abszolút, vagy a Finlandia, a nem ízesítettek mindegyike biztosan kóser, az ízesítetteknél ott már utána kell nézni az interneten, hogy melyiknek van kóser igazolása, vagy kóser pecsétje, hogyha nincsen rajta az üvegen, akkor utána kell nézni, hogy van-e kóser igazolás az adott vodkán. Az ízesítetlen vodkákon, tehát a tiszta, nem ízesített vodkák, ma manapság vannak ezek a gyümölcsös vodkák, én magam nem szeretem nagyon őket, azoknál utána kell nézni, hogy vajon rendelkeznek a kósersági igazolással. Oké, okay. Deli, egy nagy rózsát küldött nekem, köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Ja, és a földön kívül élettel kapcsolatban. A zsidóság nem zárja ki a földön kívül életet. Ez az igazsága. Lubavitch Rebe, a mesteremhez egyszer kérdezték tőle, hogy mi a... Mert ugye nem, nincs, a Talmud nem beszél földön kívül életről, utalások esetleg lehetnek rá, de a Lubavitch Rebe az volt a véleménye, hogy az ember nem kell, hogy higgyen a földön kívül életben. Hogy az ember olyan dolgokban kell higgyen, tehát a következő a gondolat. Minden olyan dolog, ami megtudható, abban nincs szükség a hitre. Ha valamit te megtudhatsz, csak történetesen nem tudod, az nem hit kérdése. Az annak kérdése, hogy elég kitartó voltál, és elkötelezett, és elhivatott ahhoz, hogy megtudjad, vagy nem voltál elég kitartó, elkötelezett, és elhivatott, hogy megtudjad. Jelenleg a tudomány nem elég kitartó, elkötelezett, fejlett, nincs rá elég pénz, nincs hozzá elég tudás, és a többi, hogy megtudja, hogy van-e földön kívülje. De ez nem hit kérdése. A Lubavitch Rebe álláspontja szerint ez nem hit kérdése. Egyszerűen csak a tudomány még nem tartott, hogy megtudjuk, hogy van-e vagy nincs. Az, hogy én hiszek-e benne, az semmit nem számít. Ha a dolog van, akkor van, anélkül is, hogy hiszek benne. Ha a dolog meg nincs, ha vannak Marson élő lények, azok akkor is vannak, ha én nem hiszek bennük, és ha meg hiszek bennük, de nincsenek, akkor meg akkor se lesznek. Tehát ezek nem hit kérdés, egyszerűen arról van szó, hogy egyszerűen a tudomány még nem tartott. Ugye az, hogyha mit tudom én, te elhiszed, hogy a, mit tudom én, te elhisz, nem tudok most jó példát mondani, hogy mi az, amit az ember azt gondolja, hogy most értem, nem tudok semmilyen példát mondani. De a lényeg, a gondolatnak a lényeg az, hogy minden dolog, ami megtudható, az nem hit kérdése. Az tudás kérdése. Vagy tudod, vagy nem. És ha nem tudod, akkor az vajon miért van? Azért, mert te lusta voltál, nem voltál elég kitartó, nem voltál elég elkötelezett, nem voltál elég fegyelmezett, vagy pedig annak következő, hogy egyszer nem volt meg a lehetőséged arra, hogy megtudjad. Ez nem azt jelenti, hogy ebben nem kell hinni, vagy sem. És a Lubavitch azt mondta, hogy ha majd meg fogjuk tudni, hogy vannak-e a Földön kívül, a mi életünk tekintetében, a mi létezésünk és a mi feladatunk, a mi isteni feladatunk szempontjából teljesen irreleváns, hogy vannak-e Földön kívüliek, vagy sem. Lehet, hogy Isten teremtett más világokat, más lényekkel, más, még akár emberekkel is, simán beleférhet. Ez az én feladatomat ma semmilyen módon nem változtatja meg. Az én feladatom az Isten szolgálat, az én feladatom az isteni parancsolatok betartása, és így tovább. Ezen nem változtat az, hogy vajon van-e földön kívül élet, vagy sem. Tehát a zsidóság, de röviden válaszol a kérdésre, a zsidóság nem zárja ki a földön kívül életet semmilyen módon. Oké. Okay. Kedves tanulótársunk azt kérdezi. Azt tanultuk József történetén, hogy a víz hiánya Isten hiányát jelenti, és a víz bárhol megjelenik a Tórában, mindig Istenre utal. Van egy, igen, erről korábban beszéltem, a Talmud azt mondja, én máim el a Tóra, a minden alkalommal, amikor a Tóra vízről beszél, akkor valójában a Tórát is, allegórikusan a Tórára is gondol. Tegnap pedig arról beszéltünk, hogy Tibériásnál, ahol nagyon fontos volt, úgymond a szellemi műhely volt a középkorban, és pont a víz volt, a vízvárosa volt a négy elem közül. Szeretem ezeket az összefüggéseket, nem tudom mennyire erőltetett. Másrészt úgy vettem észre, hogy a talmudi magyarázatok és értelmezések pont ilyen és hasonló összefüggések hálózata. Az igazság az, hogy ezzel kapcsolatban két
Tehát tulajdonképpen a kérdező azt kérdezi, hogy ezek a dolgok összefüggenek. Vajon összefüggenek? Hát persze, hogy összefüggenek. Hát erről szól a Tóra, erről szól a rabbinikus irodalom, hogy nincsenek véletlenek, hogy a dolgok összefüggenek. És hogyha egyik helyen olvasunk vízről, és a másik helyen olvasunk vízről, akkor a kettő közt kapcsolat kell legyen. Hát persze, hogy összefüggenek. Hát erről az egész, a Talmud az nem más, mint ilyen összefüggések keresése. Persze, hogy összefüggés. Persze, hogy összefüggenek, kedves Dávid, ezek mind összefüggenek. Hogyne? Hogyne? Hogy nem véletlen. Nem véletlen, hogy ugye a víz és a Tóra allegóriája az nem véletlen. Hát hiszen az emberi, az élet nincsen víz nélkül. A víz az élet alapeleme. Az ember nem tud élni víz nélkül, csak úgy, mint az ember nem tud élni Tóra nélkül. Az egyik egy fizikális táplálék, a másik egy szellemi táplálék. Hát persze, hogy van összefüggés. A héber nyelv, ami Isten által alkotott nyelv, az a nyelv, amivel Isten a világot teremtette, hiszen azt olvassuk, és mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Héberül mondta. Héberül azt mondja, vajomer elokim jehior, és mondta Isten, legyen világosság. Vajehior, és lett világosság. A héber nyelvben minden szó, ugye vannak szavak, minden héber szó, minden héber ige, az vissza fejthető egy hárombetűs, úgy hívják, hogy sores, úgy hívják, hogy gyökér. Hárombetűs gyökérré. Most ez a három betű, ez ugye héber szavaknak vannak, minden héber szónak, vagy sok héber szónak van természetesen szinonimája. Ugye vannak szinoníma, vannak olyan szavak, amelyek több dolgot is jelentenek. Magyarul is vannak ilyen szavak, amelyek több dolgot jelentenek. Ugye, mit tudom én, a... most nem értelem, de szóval van egy csomó szó, minden, vagy sok szónak van magyarul is több értelme, ugye? És kontextustól függ, hogy éppen melyik értelmet használjuk, vagy melyik értelmet nyeri el a szó. A héberben is van ilyen. De a héberben egy szó többféle dolgot jelent, akkor azok között, a szavak között logikai összefüggés is nem csak, hogy kell legyen, hanem van is minden alkalommal. Mondok egy példát, nagyon egyszerű példát. Héberül azt mondják, hogy az, hogy áldás, úgy mondják, hogy brachá. Héberül az áldás az azt jelenti, hogy brachá, úgy mondják brachá. A brachá abból a szóból származik, a szónak a gyöke, a szónak az eredete, a szónak a gyökere, az a birkáim, berech birkáim szóból származik, ami térdet jelent. Térdet. Ugye, amikor az ember áld, akkor leborul a földre Isten előtt. Amikor az ember áldja Istent, akkor tulajdonképpen leborul a földre. Tehát van összefüggés a között a szó között, hogy áldás, és a között a szó között, hogy térd, mert mind a kettőt héberül ugyanúgy írják. Például ez egyike a 100 milliárd ezer dolognak, vagy összefüggésnek. Úgyhogy igen, ha ilyen dolgokat olvas az ember, akkor persze, hogy kell legyen összefüggés, mindig van összefüggés, nincsenek véletlenek, a Tórában nincsenek véletlenek. És végül az utolsó kérdés, amire szeretnék kitérni egy pár percben, az a következő. Azt kérdezi a kedves olvasó, kedves rabbi, mi a te személyes, őszinte véleményed arról, hogyha valaki nem zsidónak születik, például keresztény, vagy bármi más, és óriási munkával és akarattal, végső elszántsággal betér zsidóvá válik. A kérdés lényege, amit a Jóistentől kaptunk, és amiben beleszülettünk, nem az volna helyes, ha az maradna egy életen át. Mármint, hogy nincsenek véletlenek, azért kapták azt, amit nekik adatott meg, blablabla. Oké, a kérdés az az, hogy mi a helyzet a betéréssel, vagy a zsidóvá válik, hogyha valaki zsidóvá válik, fölveszi a zsidó vallást, akkor vajon mennyire hagyja el azt az Isten által eredetileg neki szánt utat, hiszen Isten, ha valakit nem zsidónak teremtett, az biztos jó okkal tette, akkor az ember miért próbál ennek az isteni akarattal szembe menni? És ezzel kapcsolatban alapvetően elmondok egy fontos dolgot, amiről már korábban beszéltünk, és aztán elmondok egy nagyon érdekes rabbinikus tóra magyarázatot. Ráadásul az egyszer volt pozsonyi főrabbi Schreiber Mózes, a Hatam Sofer című könyv szerzőjének a gondolata. Nos, az egyik dolog, amit már nagyon sokszor említettem, a zsidóság az alapvetően nem egy hittérítő vallás. Mi nem próbálunk senkit zsidóvá tenni, olyannyira nem, hogy ha valaki szeretné fölvenni a zsidó vallást, akkor azt általában megpróbáljuk lebeszélni erről. És ez nem azért van,
Mi azt gondoljuk, hogy a zsidó nép az valamilyen különleges valami, aminek, amihez nem jó, hogyha valaki csatlakozik. Nem, nem ezért van, hanem azért van, mert úgy gondoljuk, hogy nem kell zsidónak lenni ahhoz, hogy valaki Isten szolgálja, nem kell zsidónak lenni ahhoz, hogy valaki morális, Istennek tetsző életet élje. Nem kell ehhez zsidónak lenni, ezt bárki meg tudja tenni, hogyha megtartja a noachiták, Noé leszármazottainak a 7 törvényét, erről a blogomban részletesen lehet olvasni a lekvarisjen.blog.hu-n. A noachiták, Noé leszármazottainak, Noé fiainak, vagy Noé gyermekeinek 7 törvényéről. Tehát nem kell zsidónak lenni ahhoz, hogy valaki üdvözüljön, nem kell zsidónak lenni ahhoz, hogy valaki Istent szolgálja, és így tovább. Minden embernek van módja arra, hogy szolgálja Istent. A zsidóknak történetesen 613 parancsolaton keresztül kell Istent szolgálniuk, de nem, ha valaki ennek dacára be akar térni, fel akarja venni a zsidó vallást, ennek nincsen semmi akadálya, csak kitartóan kell tanulni, meg kell ismerni a parancsolatokat, az összes törvényt, hogy hogyan kell zsidónak lenni. Ez egy hosszú, ez egy több éves folyamat, 1-2-3 éves folyamat is lehet annak érdekében, hogy ha az ember aztán majd zsidóvá válik, akkor be tudja tartani ezeket a törvényeket. Tehát a zsidó alapvetően nem egy térítő vallás. Mi nem gondoljuk, hogy az üdvözülés az csak a zsidók számára megadhatott, és így tovább. Jó, meg az evilági Isten szolgálat sem csak zsidók számára megadatott dolog. Ez az egyik dolog, amit hangsúlyozni akartam. A másik dolog ugyanakkor, ezt nem tudom, talán már meséltem-e nektek. Lehet, hogy meséltem. Ismétlés a tudás anyja. Azt mondja a Tóra, hogy a Tóra, amikor Mózes kivezeti a zsidó népet az Egyiptomból, és elérkeztek a Sinai hegyhez, akkor Isten kinyilatkozik, Isten megnyilatkozik a teljes zsidó népnek. Ugye? Megjelenik Istenről, lehet olvasni a Mózes második könyvének harmadik szakaszában, Jitró heti szakaszban. Isten megnyilatkozik az egész zsidó népnek. A megnyilatkozás előtte Mózes szól a néphez, hogy felkészíti őket. Ó, köszönöm szépen, Ács Laci. Ács Laci belinkelte. Köszönöm szépen, Laci, hogy belinkelted a blogomban ezt az írást, ami a Noachiták 7 törvényéről szól. Nos, amikor a zsidó nép, mikor a zsidó nép átvette, vagy mielőtt a zsidó nép megkapta a Torát, Mózes beszédet intézett a zsidó néphez, és azt mondta, hogy meg fog jelenni Isten, és parancsolat, és törvényeket fog adni, mire a nép azt mondta, hogy minden, amit Isten mond, azt megcselekedjük és meghallgatjuk. Nászelven ismá. Minden, amit Isten mond, azt nászelven ismá. Minden, amit Isten mond, azt megcselekedjük és meghallgatjuk. Ugye ez egy nagyon érdekes kifejezés. Mi az, hogy megcselekedjük és meghallgatjuk? Hát hogy tudjuk megcselekedni, mielőtt meghallgatjuk? Hát nem tudjuk, mit kell csinálni. Hogy tudjuk csinálni azt, amit nem is tudunk, hogy mit kell? Ugye, tehát fordított a logika. A bölcseink, a Talmud felhívja erre, felhívja a figyelmünket arra, hogy ez azt jelenti, hogy a nép elkötelezett volt Isten, zsidó nép elkötelezett volt Isten felé, és azt mondta, bármit is mond Isten, nekünk mindegy, hogy mit mond, azt meg fogjuk csinálni. Nem érdek, még először, még anélkül, hogy tudnánk is, hogy mit mond, anélkül is meg fogjuk csinálni. Ez egy fantasztikus erény a zsidó nép részéről, hogy kijelentette, hogy bármit is mond Isten, az számunkra igen-igen fontos, és akkor is meg fogjuk csinálni, hogyha nem tudjuk, hogy mi az. Bármit is mond, minket az érdekel. Van egy másik, a Talmud vagy a Midrás mesél egy másik történetet, azt meséli, hogy mielőtt Isten a zsidó népnek odaadta a Tórát, mielőtt a zsidó népet kiválasztotta a parancsolatokra és a Tóra megtartására, azelőtt egy angyal körbe ment a világ népei körül, és mindenkinek felajánlotta a Tórát, és mindenki megkérdezte, hogy mi van, akarjátok-e a Tórát, mindenki megkérdezte, hogy mi van benne, és nem voltak benne dolgok, amik nem tetszettek nekik, és mindenki elutasította Isten angyalát, és a zsidó nép volt az egyedüli az, aki azt mondta, hogy mindegy, hogy minket nem érdekel, hogy mi van benne, mi megcsináljuk. Amit Isten mond, azt megcsináljuk. Értitek a kontrasztot? Jó, tehát minden más nép azt mondta, hogy azt akarta megtudakolni, hogy mi van a Tórában, mik azok a parancsolatok. A zsidó nép volt egyedüli, aki azt mondta, hogy minket majd elmondod utána, mik a parancsolatok, mi bármi is jön, mi kérjük. És a Hatam Sofer volt a 19. század elején élt pozsonyi főrabbi, a Schreiber Mózes, akinek a sírja most is látogatható Pozsonyban, és egy népszerű zarándokhely, a Hatam Sofer sírja, talán a legnagyobb magyarországi rabbi, valaha élt legnagyobb magyarországi rabbi volt. Ugye most Nagy Magyarországról beszélünk, Pozsony az Magyarország része volt abban az időben. Ő azt mondja, ő arra hívja fel a figyelmet, azt mondja, de hát mennyire valószínűtlen az, hogy,
hogy az egész zsidó nép, biztos, hogy az egész zsidó nép egyszerre mondta azt, hogy a minden, amit Isten mond, azt megcselekedjük és meghallgatjuk. Biztos, hogy a zsidó nép egyöntetően fogadta el a Tórát. Ugyanakkor lehetséges-e az, hogy a nem zsidók, a világ népei egységesen elutasították a Tórát? Nem volt ott egyetlen ember, aki azt mondta, hogy én akarnám a Tórát. Nem volt egyetlen ember a zsidó népben, aki azt mondta volna, hogy ezt inkább hagyjuk, inkább nem kell nekünk a Tóra. Azt mondja Hatem Sofer, hogy biztosan volt, de az történt, hogy azok, akik fel akarták volna emelni a kezüket, azok nem merték. Olyan erős a társadalmi nyomás, a környezet, olyan erős a nyomás, hogy amikor Isten azt mondta, hogy akarjátok a Tórát, akkor mindenki azt mondta, hogy minden, amit Isten mond, azt megcselekszük és meghallgatjuk. És azok a zsidók, akik esetleg fel akarták volna tenni a kezüket, nem merték föltenni a kezüket, mert körbenéztek és látták, hogy senki nem meri, nem teszi fel a kezét. Értitek? És ugyanúgy a másik népek közül, az egyéb népek közül, amikor Isten felajánlotta nekik a Tórát, lettek volna olyanok, akik szívesen jelentkeztek volna, de nem merték föltenni a kezüket, mert olyan nagy volt a társadalmi nyomás. Azt mondja Hatem Sofer, hogy azok az originális, azok az eredeti lelkek, akik akkor feltették volna a kezüket a zsidó nép közül, hogy nem akarták volna a Tórát, azok lesznek azok, akik majd később elhagyják a zsidó népet. És ugyanúgy azok a lelkek, akik annak idején elfogadták volna a Tórát, csak a társadalmi nyomás miatt nem fogadták el, azok lesznek azok a lelkek, akik majd később csatlakoznak a zsidó népbe. Tehát lelki szempontból azok, akik később betérnek, azok valószínűleg már sok ezer éve valahol az a lélek kapcsolatban állt a zsidó néppel, vagy kapcsolatban akart állni a zsidó néppel. De a dolog gyakorlati oldalát tekintve, aki betért, aki felveszi a zsidó vallást, az pontosan ugyanolyan egyenjogú tagja a zsidó népnek, mint az, aki zsidónak született. A Talmud és a Misna bölcsei között számos olyan bölcs van, számos olyan rabbi van a Talmudban és a Misnában, akik nem született zsidók, akik betért zsidók. Sőt, azt lehet mondani, hogy a Talmud bölcsek tekintélyes része az vagy maga tért be, vagy pedig betértek leszármazottja. Nem a többsége, de egy jelentős hányada. Úgyhogy a betértekkel, aki fölveszi a zsidó vallást, ha is amennyiben azt a megfelelő módon teszi, tehát az ortodox ritus szerint, az ortodoxia törvényei szerint, akkor az teljes jogú tagja lesz a zsidó népnek. Kedves barátaim, eddig jutottunk ma, nem tudtunk tovább haladni az anyaggal, de nem baj, mert olyan sok kérdés volt, holnap este viszont várlak benneteket, hát még csak kedd van, úgyhogy hosszú a hét, holnap este várlak benneteket sok szeretettel, ha bárkinek van privát kérdése, küldje, ezúttal is szeretném megköszönni azt a rendkívül sok e-mailt, és mármint ilyen message-et és üzenetet, amit küldtök, ma is legalább 10-15 érkezett, mármint tegnap óta. Tényleg nagyon jól esik, köszönöm szépen, hogy bátorítotok, örülök, hogy ilyen sokan itt vagytok, örülök, hogy ilyen sokan itt vagytok zsidók, olyan örülök, hogy sokan itt vagytok nem zsidók, hiszen azok az értékek, amiről beszélünk, ezek univerzális, egyetemes értékek. Köszönöm szépen Ács Lacinak külön a sok segítséget, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, holnap este várlak benneteket 8-kor, sok szeretettel, addig kitartás, vigyázzatok magatokra és az egészségetekre természetesen, mert az a legfontosabb, és egymásra, úgyhogy holnap 8-kor várlak benneteket sok szeretettel.